szállítani neki, után lesz sok autó, lesz a Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek! Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép szombati utánon. Külön köszöntöm az ünnepeltet, Marcs Józsefet és kedves feleségét. Megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm Kesztai Ádám urat, a Magyarország kassai főkonzulját és kedves feleségét. Durai Miklós urat. Békovács István urat, a Könyvetés és nagy tiszteletű Nagy Ákos Róbert, Görmeli Egyházmegye. A mögöttünk lévő hét attól különleges, hogy 18-án töltötte be 85. életévét Marcs József. Író, mindnyájunk Józsi bácsia, bátka szülötte és a község díszpolgára. Ebből az alkalomból kétnapos programsorozatot készítettünk a számára. Holnap az alkalom Isten tisztelettel kezdődik, fél 11-től a helyi református templomban, majd köszöntő műsorral folytatjuk délután 14 órától. Most pedig térjünk vissza a mai est programjára. Marcs József Szélfúvásban című regényének főjegyzője, illetve a Bolondok hajóján című regény csehszlovák katonája, a szeplős, ihlették az előadót, hogy színpadra fogalmazza a Meddig ember az ember című monodrámát. Kérem, fogadják szeretettel a Komáromi Jókai Színház örökös tagját, Boráros Imre Kossuth Díjas színművészt. Kedves feleségek! A zsiráfadók. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, és hogy ez így legyen, kapcsoljuk ki a mobiltelefonunkat. Áldásos, szép napot kívánok! Hát én is nagy szeretettel köszöntöm az ünnepeltet, Józsa bátyámat, kedves nejét. Mindannyiunkat, hölgyeim és uraim, drága barátom! Hogy elhangzott, a két regényből készült egy színházi mű előadás, hogy erről a Szélfúvásból megszerkesztett előadásról mit ír dr. Medvényi Endre irodalomtörténész. A Szélfúvásban a II. Világháború utáni Csehszlovákiában egy magyar faluban játszódik. Mégis időtlen és közép-európai vagy Kárpát-medencei a história. Benne a határokkal tagolt, múltjától megfosztott, nemzeti tudatában legyengített magyarság meghasonlásának víziója sejlik föl. A magyar, ha magyarral találkozik, nemzettársa arcába néz, ha él benne a közös múlt, az egészséges nemzettudat úgy érezheti, hogy tükörben néz. Testvérében önmagára is. A mai magyarság egy részéből, mintha hiányozná ez a képesség. Gondoljunk csak a magyar nyelvet, a magyarországiaknál nem ritkán szebben, választékosabban beszélő határon túli magyarok lerománozására, leszervezésére, leszlovákozására, az ezer éves közös múlt történelmének, földrajzának, irodalmi értékeinek, legjobb esetben felszínes ismeretére, csökevényes nemzettudatra. Marcs József Szélfúvásban című művében ennek a mai skizmának az évtizedekkel ezelőtt már kitapintható kezdeteit, előzményeit alakítja regény történetté. Kezdődjék a játék. Thank you.
Pontosan 20 éve vagyok edző ebben a falon. Tessék mindenbe beleképzelni. Hitler háborús készülődését, a határváltozást, a II. Világháború egész kimenetelét megváltoztató sztálingrádi csatát, a tiszavirági életű szálasi rendszert, a nagy visszavonulást, amikor már csak a csodafegyver bevetése értette a német barátemberekben a reményt. És természetesen ezt a mostani helyzetet is néhány hónappal a háború befejezése után. Ez ahol az én irodám sem volt kivéve. És akinek íróasztala van, ügyelni kell arra, hogy ne seperje el a változás forró szele. Adja meg ott a hóba. Természetesen mindenki védekezik valami ellen. A kisparaszt az adó, a nagyparaszt a földesúr terjeszkedése ellen. A határváltozás után pedig arra ügyeltek az emberek, hogy jól cseréljék át pengőre a koronáit. Állítom, uraim, hogy az ember élete védekezésben telik el. Vagy az örökös igazodásban. Hát kire valásson, aki nem jól óra tesz. Vagy nem ébred fel idejét. Egy egész életen át viselheti a következményt. Mikor például jöttek a magyarok, nekem már használatra kéznél volt a hosszú térzsinóros kabátom, a bocskai ruhám. Mikor pedig önök jöttek a magyar csendőrök helyére. A régen pihenő helyére tettem a bocskai ruhámat. Ez volt kézzel ez a másik, amit most látnak rajta. De öltözködni is tudni kell, uraim. Mondhatom, hogy én valaki. Én kérem szépen, már a magyar világban készülődtem az újabb változásra. Nem csak arra, hogy ide tartozunk, a demokratikus változásra is. Mert én tudtam. Tudtam, hogy a sztálingrádi csatával eldőlt a háborús. Az oroszok nem állnak meg Berlinig. Ott hagytam a kocsmában a csendőrök, tiszthelyettesek és SS-tisztek asztalát. És 44-ben óvatosan csatlakoztam egy Radnoti nevű alezredes társaságához, aki az első háborúban szerzett érdemeket mindenestül megkapta a zsidó birtokot, amely részét képezte a falu határát. De hogy félreértsenek az urak. Én nem azért pártoltam az alezredes úr asztalához, mert jött a szálasi világ. Hát nem entem bolond gombát. Azért telepettem mellé, kire valássam, mert tartozott még a társasághoz a valaki. Gő. Aki a zsidónál is munkás hajcsár volt, meg az alezredes úrnál is az lett. Úgy ismertem, mint a tenyeremet. Mindig a szocialistákkal cimborálódott, de a zsidó nem bánta. Tudott dolgozni, meg a többieket is tudta hajtani. Ez volt a fontos. De sem kell hinni nekem, hogy én akkor már a gőt kedvébe járva poharazgattam Radnóti alezredes úrral. Készítettem magam a várható időnkkel. Mennyire érdemes volt velük töltenem a vasárra a délelőttöket, akkor láttam, amikor bejöttek falunkba az oroszok. Szét sem néztek jól, rögtön bevonultak a templomba. Ott szállásokat vezérte.
És már is hívatta azokat, akik baloldali pártokhoz tartoztak, ilyen pártokat támogattak. Kérem szépen, én tudtam, vagy inkább előre megéreztem, valami történni fog körülkel. A háború után ráirányja majd a figyelet. Arra azonban álmomban sem gondoltam, mindjárt a front átvonulás után a vezérkar őt nevezi ki starosztának. Belőle régebbi érdemeire való tekintettel starosztát csinálnak, belőle meg tolmácsot az ő javaslatára. Kérem alassan, akinek ilyen helyen van a hivatala, mint nekem, annak ajánlatos legalább két nyelven beszél. Mert egyik szláv érti a másikat, és mindig az melegedik jobban, aki közelebb van a... Persze akadnak olyan kis szép számmal, akik akkor szeretnék látni a jegyzőt, az irodáját, mikor a hátuk közepét. Csavargók, munkakerülők, élősködők, olyan, mint ez a Hargitai Gergő, már a neve sem igazi. Felvett. Mi az, hogy a Hargitai? Mi az, hogy Gergő? Csak nemrég tettem le a bocskai ruhámat és a darutullas talapot. Én nem tudnám, uraim, hogy a Hargitai hegy, amely honvéd állt a róta szerint. S ma is, ha történetesen elfelejtettek neki szólni, hogy már lejöhet, nincs értelme tovább strázsálni. Pálmainé levütötte fel a tanyáját, és Hargitai Gergőnek adta ki magát. Nem rossz mi? De ez én tudtam, hogy nem Szopós Gergő, hanem valaki más látogatott el a faluban. Aznap mindjárt értesítettek, hogy Pálmainénak szolgálja. Hát, én az én hivatalom kérem alassan. Mindenféle esetek, történetek hemzsegtek a fejemben, amik Hargitai Gergőre várnak, aki uraim a ritka eseteink közé tartozott. Másnak adta ki magát, mint ami volt. Az ilyenre mondják, hogy minden hállal megkett. Jó napot! Van szerencsém! Kérem alassan, a magamforma embereknek annyi a dolga, hogy azt se tudja, hogy hol áll a feje. A nyakában. Csak lehet. Neked is ott van, ahogy látod. És feje azért van az embernek, hogy legyen hol elraktároznia a halaszthatatlan kötelességeit. Tudod én ezt. Tudod a fejét. Na mondd az első kötelességedet, te! Jól választ ki, melyik az. Uraim! Látni, hogy kellett volna, hogy révült el a tekintete, hogyan gondolkozott. Másokkor is sikerrel alkalmaztad ezt a módszert. Nos! Mi az első kötelesség? Jelentkezni a főjegyző úrnál, ha idegen faluban akarok letelepedni. És akkor miért nem jelentkeztél? Mert nincs igazolvány. Na, ez már beszél! Akkor a rendes neved is mondd meg. Dehogy vagy te, Hargitai Gergő? Az vagyok, hogy egy szó. Hargitai Gergő vagyok. Hol a fag? Hargita alatt. Mi a neve? Nem emlékszem. A faluban csak emlékszel, ahol iskolába jártam. Nem tudom. Régen volt. Arra felé, hogyan kerültél a világ egyik végéről a másikra.
Hosszú ennek a sora. Nagyon hosszú főjegyzék úr. Én ráérek. Kérem, Alastán, az úgy volt, hogy én akkor jöttem el Romániából, amikor tulajdonképpen Romániában maradtam. Úgy tessék érteni, hogy akkor Dél-Erdélyben éltem, és nem Északban. És mit csináltam? Egy román kasztánnal dolgoztam. Tudsz román! Tudok, ki ne tudnak jót él. A magyarnak is muszáj tudni, mert csak úgy érvényesül. Egyetemen hivatalban mindenütt. Tetszik érteni, mert ott úgy egyenlő a magyar, a román nyelvvel. Azzal tud megállni a lábán. Milyen iskolába jártál? Magyarban. És ott tanultál meg románul? Nem, jó. A román iskolában. Most már nem értelek. Tetszik tudni? Az úgy volt, hogy az a pásztor, aki megtalált és felnevelt, magyar iskolába írt. A nevelőapám később meggondolta a dolgot. Akár merre ment, mindenütt azt hallotta, hogy boldogulni csak a román nyelven lehet. Hát, hogy az az ország, ahol a magyarok is élnek, Románia. A románok jót akarnak a magyar gyerekeknek, jobbat, mint a szüleik. Érvényesülést. Mindez megzavarta a nevelőapám fejét. Kivette a román iskolából, és átirattott magyarba. Közre játszott ebben egy román ember is, akiből a világháború után tanítót csinált a királyság. Ő se beszélt neki másról, csak arról, hogy nincs jövője a magyar iskolának, kilép az életbe a gyerek, és úgy bámul mindbele, mint borjó az új kapura, mert nem tud román. Aztán mi lett belőled a román iskolát? Özlegény vagy katonatiszt? Sokra mindent mondhatom. Na arra felé, hogyan kerültél a világ egyik végéről a másikra? Erre akartam felelni már akkor is, amikor úgy kezdtem, hogy tulajdonképpen akkor jöttem el Romániából, amikor Romániában maradtam. Rá egy évre tört ki a háború. És a király azt mondta, tetszik tudni, hogy nincs a románoknak nagyobb ellensége az orosz borsinál. Ha csak mondta volna, mozgósított is. A mozgósítás előtt jöttem el. Mikor a király azt mondta, hogy minden épkézváb ember fogjon fegyvert a bolsevikok elpusztítására, vallásra, nemzetiségi hovatartozásra, tekintet nélkül, akkor jöttem el. De tetszik tudni? Engem nem bátottak soha. Nem is tudtam, hogy milyen emberek azok. De azt akarod mondani, hogy a király bántott? Igen. Igen, ő bántott engem, ő alázott meg. Mégis csak érdemes volt román iskolába járnod. Közel kerültél a királyhoz. Feteség, fiatalítani. Én nem az életben kerültem a király közelébe, hanem abban a román iskolában, ahová nevelőapám iratott. A képe ott függött a falon, és mindig engem nézett.
és megengedtem, csak ülök a padban hátoltat kézzel, és nem értek egy munkot. A romány gyerekek tanulnak, kérdeznek, felelnek, én meg csak ülök. És azt is megengedte, hogy az oldalamban bökötjenek, meg kinevessenek, ha rosszul mondok valamit. Tetszik, tudod, ez mind nem érdekelte a királyt. És én már az iskolában megfogadtam, hogy nem szóltam. Ehhez tartottam is magam. Mikor harcba szólított a bolsevikok ellen Nagy Romániáért, átszöktem Magyarországra. Én azt is elhiszem, ha most azt mondod, hogy nem akartál harcolni a bolsevikok ellen. Mert te már akkor tudtad, hogy orti katonája sem lettél, mert én román állampolgárról nem vettek tudomást rólad. Visszaküldeni nem akartam, mert hiszen legalább 10 magyarnak adtad ki magad. De akkor hogyan kerültél ide? Megálmodtad, hogy van egy göböri folyó. És abban van egy parasztház jómódú gazdájé, amelyben összvegy asszony lakik a lányával. Tetszik tudni? Makónál átléptem a határt, nem igazodtattak sehova. Budapest, Miskolc után olyan helyen fejeztem be a vándorlásom, ahol hűvösebb őszökön már egy hideg szél fújtok át. Ott hoztam meg magam egy faluban. Tiszta időben látni lehetett a legmagasabb hegyeket, a stózi fegyveseket, a tápát. Nekem, aki a Hargitán nevelkedtem, nem kellett több. De akkor már nem számított semmi. Semmilyen papír, irománya, román állampolgárság sem. Meg már akkor a románok ki is ugrottak a háborúból. Vörös poszttól lettem a nyilasok szemébe. Összeszedtek aztán engem is a Leventékkel, és úgy hajtottak Németország felé, mint az állatokat. És mikor ideértünk, tetszik tudni, lent a völgyben a falu, mintha édes testvérem lett volna. Jól emlékezett ember végstem a nevét, mert a háború után újra látni akartam. Lassan a testen így figyelmeztettem magam, mindennek eljön az ideje. Így volt jegyző. Látniuk kellett volna, hogyan csillant fel a szemem. Azt hittem, hogy végeztem a vallatásával és elejeztem. Pedig nekem csak egy újabb változat jutott eszembe az összeroppantásához. A következőről ezt írják. Mács József Bolondok hajójá című regényében Hieronymus Bosch hajója maga a történelem, amely sokszor talmi hullámokon a fut. A regény cselekményének egyik kulcsmotívuma az államalapító Eduard Benes ismert hazugsága az Ipoly folyócska hajózhatóságáról. A történet hősének, vagy inkább antihősének, a csehszlovák hadseregben viselt dolgai szinte egész életét meghatározzák. A környezete által szeprősnek nevezett, és Közép-Európa elszabott ruháját viselő figuráról nem lehet tudni, hogy áruló, áldozat, vagy egyszerűen bolond a sors kegyentje, vagy a körülmények áldozata. Ő alakítja szerepét, vagy a szerep alakítja tettét. Csak azt látjuk, ha téved, maga kénytelen viselni tévedése következményeit, a politika labirintusából neki kell a kiutat megtalálnia. Mács Pikaraszk-szerű regényében egy egyszerűnek tűnő emberi sors válik a történelem hazugságai következtében
drámai messzűrfutásra. Folytatódik a játék. Valóságos falumot látom, mert váratlan érkezésemkor minden úgy borul ki ablakában át, mint a bevonulásom napján, amikor elköszöntem tőle és a tanácsát hallottam. Hosszú éjszakai vonatozás után végre hazaértem, de ezt a tiszteletes úrom kívül senki nem vette észre, a szüleim sem. Mert úgy mereztették rám a szemüket, mintha nem is a fiúk állt volna előttük a konyhába. Hát a szüleim se ismernek meg, annyit változtam volna. Jaj, te úgy! Lépett hozzá anyám és átölelt. Csak ez a maskara, amit rád húztak, ez megtévesztett. Na, én mindjárt tudtam, hogy te vagy. Kíváncsi voltam, hogy anyád megismere a tiszti ruhában. Lépett hozzám császár őfelsége, és ő is a keblére ölelt. Szeplős abban nagy. Császár őfelségének halászatos jelenti, hogy a karácsonyi ünnepekre hazaérkezett. De az angyal csak utána jön. Ő azonban nem Prágából, hanem a Mennyországból, ahol minden nyelvet értenek és beszélnek az emberek, még a cseh nyelvét is. Vagy a magyarok számára itt a földön szinte megtanulhatatlan. Ez a parádés aranygombos ruha, ez a tied, vagy kölcsön kértett valakit? Anyádnak nyugodtan megmondhatom. Nem lehet titkod a szüleid előtt. Talán bolondokat is beszélek. Hát nem kértek a községtől szegénységi bizonyítványt, igaz? De ne avatkozz bele a katonák beszélgetésébe. Én is leszolgáltam magamét, de asszonyokat nem láttam még a kaszhárnya konyhájában sem. Férfiak főztek katonanadrágban, ne csinkedj senki a fenekünket. Én csak a ruhájára vagyok kíváncsi, a szakácsok sem kér. Pontosan nem kell a rostalmat. A katonaság. Áll. A rang és a ruha teszi az ember. Nem úgy, ahogy az iskolában tanult. Amilyen a rangja, olyan a ruha. Alhadnaggyá léptették elő a fiú, akkor amit rajta látsz, az a tiszti egyenruhája, senki másé. Én azonban azt tudakolom meg tőle a te nevedre is. Mivel érdemelte ki? Na, errefelé őszintén szemben. Hát, eljünk előbb, aztán beszélgessünk, hát megérjeztem a hosszú úton, meg nem is sokat aludtam a katonák nótázásra, felvette a csendben. Láttam, papám arcán nem tetszik, hogy az evést előbb helyezem a kérdése megválaszolásánál. Pedig nem erről volt szó.
időt kellene nyernem a gondolkozáshoz. Nehogy olyat mondjak, amiből mindkét szülőmből mindjárt kisbírót csinál, akik végig szabadják a falut és közhírét teszik, hogy mivel értem el, amit több mint 8 hónap alatt az alhat nagy rangot. Apám úgy jut hozzám az asztalhoz, hogy nem vett el rólam a szemét. Nem, mielőtt megismételte volna a kérdését, anyám szólalt meg a Sparhelt mellől. Éreztem én reggel a nagy örömért. Kitalálni azonban nem tudtam, mi okozza. Furcsa ez az élet. Mióta a csehek bevonultattak a fővárosok, meg folyton visszaváltam. Reggel is minden eljárt az eszem, csak azon nem, hogy betoppanhatsz. Ha ezt tudom. Kolbászt tettem volna magam, és nem füstölt voltam. Hát az jobban szeretném, itt is azt is. Milyen jó, hogy verheltem is a főztem. Ilyen jó, biztosan nem ezzel a koszárnyában. Ne a nyelved ugráljon, hanem a lábad. A szavaiddal nem lakik jó. Most halljuk meg az éjségtől, amikor már itthon van. Na és a kamránk, a padlásunk tele mindenféle jóval. Levágtuk a disznót. Pont ott ott a matakart. Anyám arcáról nem tüntett el a sukánzó boldogság. Elém rakta az én. És azzal az elszántsánkkal, hogyha már betelt a nézésednek, karjára akasztja a kosarat, még ha nem is akar vásárolni Jordánnál, elint a faluból elmúságolja. Megjött a fia karácsonyi szabadságra, és olyan ruhában, amilyen nagy bátorra még senki nem van. Kedves Jussa bátyám, kedves bátyaiat, kedves vendégek, elhoztál még a bátkára, mert itt vagyok közel másfél éve, és a te születésnapodnak köszönhetően juthattam most el a faluba. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki emlékeztetett, hogy itt fogjam a szüke pátrián ünnepelni 85. születésnapodat, amely kapcsán úgy eszembe jutottak a pozsonyi évek, amiket együtt tölthettünk, és annyit megláttal a titeket, mint hogyha nem is telt el volna közben egy bő évtized. Olyan jó volt viszont látni egymást, és olyan jó volt emlékezni, olyan jó most emlékezni arra, hogy akkor mennyit meríthettem a ti barátságotokból, és abból, hogy ezen keresztül megtanulhattam egy fontos dolgot, ami történelem ismeretekből és valahol az embernek a agyában benne volt, a személyes élményeken keresztül szív ügyé válik. Ez pedig az, hogy micsoda nagy dolog az, amit az a nemzedék
amelyik a hontalanság évei után újra kellett szervezze a felvidéki magyar életet, az a teljesítménye, mint ez a nemzedék véghez vitt. Az, hogy egy teljesen reménytelen helyzetből tudtátok talpra állítani a magyarságot, és olyan intézményeket, amelyeket teljesen más célból hoztak létre, azokat a felvidéki magyar közösség fellegváraivá és otthonává tudtatok tenni. Ennek volt nagyon fontos része az irodalom. Azt is megtanultuk, különösen te műveidből, hogy milyen fontos forrást jelentett ennek a nemzedéknek a számára az előző nemzedék élményeinek a figyelemelkövetése, feldolgozása és beépítése abban a nagy történelmi munkában, amit ti véghez vittetek. Ez azért fontos tanulság számunkra, mert nekünk a mi nemzedékünknek is ezt kell tennie. Úgyhogy azt tudom mondani neked, és általad nagyon sokatnak, hogy köszönjük azt, amit a mi nemzedékünkre hagytatok. És az Úristennek nagyon hálásak vagyunk, hogy jó egészségre éltett titeket, és éltett téged, és tudunk így módon most is, és remélhetőleg minél tovább meríteni abban az örökségből, amit ránk hagytatok. Ezért nem csak egy udvariasság, hanem egy imádságos kérés, amit mondunk, amikor azt mondom, hogy Isten értessen. És még külön örülök, hogy ma jöhettem el, amikor Korágos Ibrének ezt a csodálatos fellépését és monodrámáját hallhattuk. Én nekem ehhez nem volt szerencsém, és természetesen Imre bátyámnak a hallgatása is visszaidézte azokat a szép emlékeket, amikor ott lehettem köztetek nyugaton. Amit most kiegészít az, hogy itt lehetek Gömörben, itt lehetek Avahújban, itt lehetek a keleti végeken. Még egyszer nagyon köszönöm, Isten értessen! Színművész és színművésznő, engedjék meg, hogy megköszönjük ezt a gyönyörű előadást, és átadjam azt a virágcsoport, amit saját kezőleg szedtem össze Batka kertjeiből a délután. És akkor még megkérem Durai Miklósra, ha itt van köztünk, hogy vegye át tőlem a szót. Valóban én holnap nem lehetek itt, de örülök, hogy kérdés, Jóska, maradj őben! Ne négy állok, maradj ülnök! Engem valóban más József adott el Bátkára, de nem most, nem már sok évvel ezelőtt, mert ő tisztelt arra, hogy eljek Gömörnek ebben a csodálatos, majdnem mondhatni, hogy Gömör szívének egyik részére. És valószínűleg ez összefügg azzal, hogy azért lehet ezt Gömör szívének tekinteni, mert itt született Mács József. Nem tudni pontosan, hogy mi volt hamarabb, de az biztos, hogy Mács József van. És azt mondta, hogy nem szeretne eljönni a 90. születésnapomra, az egyikben. Hát pedig, hogyha ő mondjuk nem 5 évvel idősebb lenne, akkor majdnem egy idős lenne a Versailles békeszerződéssel, amely összes következményét megpróbálta a műveiben feldolgozni. Az emberi szó erejével, nem a
politikai szólamok nem a történelmi események, hanem a hétköznapi emberek magatartásának a leírásával. És ahhoz, hogy ezt meg tudta tenni, próbálkozott arra, hogy minél teljesebben ábrázolja felvidéki magyar életet, főleg szürke pátriáját, hát abban mindenképpen azt mindenképpen annak köszönheti, hogy a lényegből, hát az élet lényegéből vált ő íróvá. A felvidéki magyarság az elmúlt csak nem 100 évben már nagyon sok író embert adott, nagyon sok írástudót, meg rosszul írót is, de nagyon kevés olyat, aki megpróbálta a valós életét ábrázolni. Mert ő mindig a mélységből próbálkozott táplálkozni. Abból a mélységből, amelyben az életnek a leglényegesebb eseményei zajlanak. Nem a felelősség, nem a mondva csináltság, hanem a napi élet. Mert a napi élet az igazi lényege az életünknek. Kedves Jóskát, egy születésnapon rettentő sok mindent szoktak mondani. Hízelgő szavakat, fenkölt szavakat. Én csak arra kérek téged, hogy azért mégis gondold át, és gyere el az én 90. születésnapomra. Kedves vendégeink, tisztelt közönség, engedjék meg, hogy még egyszer mindannyiunk nevében megköszönjem művész úrnak ezt a felemelő és nagyszerű előadást, amivel hozzájárult ahhoz a ünnepség sorozathoz, amit Ács Józsi bácsinak készítettünk, és hát úgy gondolom, hogy ez igazán méltó megkezdése volt ennek az ünnepségnek. És hát még végezetül annak apropója, hogy ilyen hát tiszteletre méltó személyiségek jelentek meg itt ma nálunk. Megkérném Kőkontor urat, illetve Józsi bácsit, Duray Miklós urat, és az Esperes urat, hogy közösen kísérjenek el itt a kertben álló kopjafához, és helyezünk el ott közösen egy ünnepi koszorút. Azon a kopjafán motto szerepel, ami a Öröködbe Uram címet viseli, amit hát a Józsi bácsi tollából ismert regény ihletett. És hát mindannyiunknak pedig további szép estét kívánok, és ahogy azt az elején dr. Durán Ágnes elmondta, a holnapi viszontlátás reményében várunk mindenkit az ünnepség folytatására 10:30-tól a Isten tiszteletre, illetve 14:00-tól újra itt a községi hivatalban. Köszönöm szépen, mindenki is akkor. Majd innen befordulom. Igen, mintából látszik. Igen.
Szóval nem hagyományos kopjata. Belemászok, nehogy belemetessék csak. Igen, én is valamit erre gondoltam, igen. Szervusztok.